Sem a harmadik kétharmadot, sem a kiemelkedő gazdasági növekedést nem adták ajándékba. Magyarország mindkettőért keményen megdolgozott, mondta Orbán Viktor évértékelő beszédében. A fejlődés pedig folytatni kívánja a miniszterelnök. Lesz mindenkinek munkája, lesz mindenkinek otthona, lesz minden gyereknek bölcsöde, óvoda, iskola, étkezés és tankönyv is. Lesz támogatás a fiataloknak, és jut mindenkinek tisztes időskor is. Magyarország az a hely, ahol mindenkinek jó lesz magyarnak lenni. A kormányfő emlékeztetett, családügyben nemzeti egységet hoztak létre, 1 millió 350 vettek részt az erről szóló nemzeti konzultációban, és 80 százalék támogatta a kormány családpolitikáját. Orbán Viktor ezért 7 pontos családvédelmi akciótervet jelentett be. Bevezetik például a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Minden 40 év alatti nő, aki első házasságát köti, 10 millió forint kedvezményes kölcsönben részesülhet. A törlesztést az első gyermek érkezésekor három évre felfüggesztik, a második gyermek érkezésekor újból három évre felfüggesztik, és a tőketartozás harmadát nem kell visszafizetni. Ha harmadik gyermek is születik, a kölcsön további részét teljes egészében elengedik. Mindez azt jelenti, hogy Magyarországon ma egy két gyermeket vállaló fiatal házaspár az életkezdéshez és otthonteremtéshez 22 millió, egy három gyermeket vállaló pedig 35 millió forint támogatást kap. Ezen túl bővítik a csok kedvezményes hitelét. A két és több gyermekes családok a hitelt használt lakások vásárlására is felhasználhatják. Azok a nők, akik legalább négy gyermeket szültek és neveltek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól. Támogatják a nagycsaládosok autóvásárlását is. Akik legalább hét személyes autót vásárolnak, két is fél millió forint térítendő támogatást kapnak. A miniszterelnök bejelentette azt is, 2022-re minden szülő, ha akarja, bölcsödébe viheti gyermekét, valamint bevezetik a nagyszülői gyedet is.